Köszöntöm Önöket, a mai Együtt magazinban szó lesz a családról, a hozott mintákról, a színészpalántákról, és húsvéti hangulatot varázsolunk. Tartsanak velünk! Család, szocializáció, generáció hozott minták, amelyeket fontos továbbvinnünk, vagy éppen levetkőznünk. Csiki Anna kineziológussal, családállítóval, párkapcsolati kóccsal beszélgettem a Fehérvár Televízió stúdiójában. Család, szocializáció, generációk, hozott minták. Ezzel foglalkozunk most az Együtt magazinban. Vendégem Csiki Anna, párkapcsolati kócs, kineziológus, családállító. Köszönöm, hogy itt vagy megint. Köszönöm a meghívást. Azt hiszem, hogy talán ott kezdődik az emberi lét egyik legelső és legfontosabb alapköve, amikor magzatkorban vagyunk. Talán induljunk el innen, mert szerintem talán már ez a legfontosabb, amikor arról beszélünk, hogy család, biztonság, szocializáció, hogyan kell ezt nekünk elképzelni? Mit is jelent pontosan a család? Hát ebben a mai zűrzavaros, nehezen kiszámítható világban azt gondolom, hogy a jó párkapcsolat és a biztonságot adó családnak az értéke egészen mást kezd lenni. Újra felértékelődnek ezek a dolgok. Ugye stressz van a munkahelyen, kiszámíthatatlanok a körülményeink, hazamenni, megpihenni, biztonságban lenni, ez nagyon fontos. Úgyhogy most elég sok olyan kliensem van, aki a szingli létből nagyon határozott elképzelésekkel keresi a családot, a családnak a biztonságát, és nagyobb a családalapítási hajlandóság is, azt gondolom, hogy a fiatalok körében, pontosan ezért, hogy meglegyen az a kis burok ebben a világban, ahol biztonságban lehetünk. Egyik nap jött velem szembe az a mondat, hogy család nélkül olyan élni, mintha behúzott kézifékkel vezetnénk. És ez annyira igaz, tényleg. Igen. Tehát, hogyha nincs az emberi kapcsolat a környezetünkben, akkor azért úgy magányosak tudunk lenni, és egyedül érezzük magunkat. Térjünk rá egy kicsit a szocializációra, hogy hol is kezdődik ez pontosan, ha már ugye a család témát érintettük. Ugye most elég sokféle módon közelítjük meg ezt a családot. Mi a család, mik az összetevői, család-e az, ahol egyneműek a szülők, család-e az, ahol az egyik szülő hiányzik. Én nem szeretem ezt a szót, hogy csonka család, mert azt gondolom, hogy az is család, ahol valamelyik szülő nem a családdal együtt neveli mondjuk a gyereket. Hogy ugye ennek a definíciója most egy kicsit ilyen képlékeny. Abszolút. És én nem is erről szeretnék beszélni, hanem inkább arról, hogy a gyermekeknek mennyire ad biztonságot, mennyire ad egy stabilitást a mindennapi életükhöz, ugyanúgy nekik is bizonytalanabb, nehezebb az iskolai légkör, az óvodai légkör, a világgal való megküzdés, mint nekünk felnőtteknek. És hogyha olyan helyre érkezik haza, ahol ott van a szeretet, a támogatás, akkor azt gondolom, hogy még akár egy hiányos családba is jó hazamenni. Tehát ennek a biztonságnak meg kell lenni a gyerekek lelkébe, hogy ők is tudjanak úgy menni a saját dolgukra, hogy mondjuk mi felnőttek is megyünk. Abszolút relatív, főleg tényleg ma, hogy mit is jelent maga az, hogy család és milyen fogalom. És ha már gyerekek, ugye azt szokták mondani, hogy a gyerekeknek két dolgot kell adni, gyökereket és szárnyakat. Ez így van. Az egyik legfontosabb érzésünk az odatartozás. Ugye egy kisgyereknek is mi a legfájdalmasabb mondjuk az iskolai vagy az óvodai közösségben? A kiközösítés. De hogyha a családból való, vagy a családba való odatartozásnak nincsenek ilyen kötelékei vagy kapcsolódási pontjai, akkor az elbizonytalanítja az embert. Mindig azt szoktam mondani a klienseimnek, hogy ez egy adott dolog az életünkbe, hogy bizonyos családba születünk. Hát lehet, hogy Kovácséknál sokkal jobb volt az élet, vagy egész másképp működtek a dolgok, de ez egy adottság, hogy te ebbe a családba születtél. Én családállítással is foglalkozom, és ahogy elindult ennek a módszernek a kidolgozása, ugye ez Bert Hellinger nevéhez fűződik, ő is azt állapította meg, és a tanulmányaiban úgy indult el, hogy az embernek, az ember lelkének azt az erőt, a stabilitást azt tudja megadni, ami a generációból jön, a hátunk mögül jön. És ezt szoktam mondani a klienseimnek, hogy igazából soha nem vagy egyedül, ha tudod, hogy honnan jöttél. Ugye az előző műsorban beszélgettünk az önbizalomról. Szerintem nincs önbizalom, önismeret, anélkül, hogy ne tudnám, hogy ki volt a generációm. Nagyon sokan nem tudják, nagyon sokan elfelejtik, nem érdekli, nem néz utána.
pedig, hogy be tudja saját magát azonosítani az ember, ahhoz kell tudni, hogy az az adottság, amit mondtam, hogy amiben beleszületünk, a generációnk, mit kapunk onnan, milyenek voltak az őseink, és így tudjuk jól beazonosítani saját magunkat. Lehet, hogy nem mindenki tudja, hogy mit is jelent pontosan a családállítás. Hogyan néz ez ki? A családállítás egy olyan módszer, amiben azokat az elakadásokat, blokkokat, akadályozó hitrendszereket vizsgáljuk meg, amik az ember életében ott jelennek meg, amikor úgy fogalma sincs, hogy mi nem tudja gördülékenyen vinni az életét. Ezek általában hitrendszerek, vannak jó hitrendszerek, tehát nem azt akarom mondani, hogy minden, ami a családból jön, az blokkoló, de bizony vannak ilyen. De azért hozunk magunkkal, így van. Igen. És ezeket tárjuk fel. Ez alapvetően egy csoportos módszer, általában 10 vannak egy ilyen csoportban. Itt nagyon nehéz azt elmagyarázni, hogy mi az alapja ennek, de az a morfogenetikus tér, ez egy kollektív tudattalan, egy kollektív emlékezet. A családi rendszerben, ha valami valahol nem úgy működött, ahogy azt a családi rendszer elvárta, mondjuk mindenképp becsületesnek kellett lenni. Volt valaki, aki, most úgy mondom, hogy a rendszerből egy kicsit így kiemelkedik, és elkövetett valami olyan bűnt, hibát, akkor a család elkezdte őt kirekeszteni. Miért? Mert hogy így működött a család. Ide kellett fókuszálni, hogy mindenki ugye egységesen gondolkodjon ezekről a dolgokról, és a generációban később születik valaki, aki ezt az egyensúlyt akarja visszahozni. De ez már egy tudattalan lojalitás, egy tudattalan kapcsolódás ehhez az őshöz, és nem tudja, hogy miért működik úgy, ahogy. Tehát ezt az egyensúlyt akar helyreállítani, és a családállítás során ebben a morfogenetikus térben nagyon szépen meg tudjuk jeleníteni ezt az alapcsaládot, vagy azt a generációs őst, elődöt, akinél mondjuk ez a blokk kialakult. És így tudjuk oldani, és így tudjuk helyreállítani a kliensnek az életét, aki szeretné jól vinni a dolgait. És ugye a hozott minták jutottak erről főként eszembe, amikről most az előbb meséltél. Miért fontos, hogy ezeket mi levetkőzzük, ha már ugye generációk, ezeket a hozott mintákat, mert tényleg nem csak jó mintákat látunk a világban és a családokban, hanem bizony azért hozunk olyat is, ami negatív, és a felnőtt életünkre adott esetben. Hát nem feltétlenül jó hatással van. Hát sokat változott a világ. Bizonyos értelemben, hogyha azt mondom, hogy egy dédimama korában egy hitrendszer megfogalmazódik, akkor az adott kort tükrözi. Nagyon egyszerű példa erre például, amikor a háború alatt zsidó származású családnak bujkálnia kellett, és bújtatták őket, ez egy konkrét történet, bújtatták őket egy bérházban. De az egyik szomszéd feladta őket, és mindenkit deportáltak, 2 kést kisgyermek maradt életben. Mit tanítanak akkor ennek a 2 kisgyereknek? Ne állj szóba idegenekkel, ne mondd meg, hogy ki vagy, ne áruld el, hogy mi történt, hallgasd el, ne beszélj, és az idegenektől óvakodni kell. Csak ezek a hitrendszerek nyilván ott és akkor életmentőek, hiszen az élet-halál kérdése, hogy ezeket mondjuk az a 2 gyerek betartja-e. Ez egy konkrét történet az egyik kliensemről, viszont ő így kezd el működni, hogy nem állunk szóba idegenekkel, bezárkózunk, nehogy valaki megtudja, nagyon nehezen árulja el még akár a nevét is, félelmetes dolog, ha egy külső szem őt nézi, és ez már nyilván a mai világban, ahol béke van, ahol nem számít, hogy ő milyen származású már, mi volt a családjával, ez nagyon-nagyon blokkoló tud lenni. Párkapcsolatokban. Mit okoz ez, amiket hozunk otthonról? Mondjuk egy nő életében adott esetben, ugye szoktuk hallani, hogy olyan párt keres magának, akarva akaratlanul, tudat alatt, mint amilyen az apukája, vagy az apukája volt. Vagy a fiú, a férfi olyan nőt, feleséget keres, mint amilyen az anyukája. Ez hogy néz ki pontosan? Hogy hozzuk ezt bele a kapcsolatainkba? Ugye ez az első, például, hogy mi nők vagyunk, az első férfi kép az az édesapánk. Az életünkbe. Ez a hideg. Nézzük apánkat, amikor ugye azt definiáljuk, hogy van férfi és nő, és hogy ő milyen, félszemmel pedig sandítunk anyánkra, hogy neki milyen sorsa van mellette. És szép lassan kialakul egy ilyen nem tudatos hitrendszer, hogy olyat keresek, mint az apám, mert egyébként anyámnak jó sorsa volt, és én is olyat szeretnék, vagy hát az ellenkezője nekem pont jó lenne, mert látom, hogy anyunak nem volt éppen jó élete. Tehát ezt a mintát adja meg az édesapa, amihez azért elkezdünk viszonyítani, ő lesz az első mintapéldányunk mondjuk a férfiakból. Férfiaknak a nőkkel kapcsolatban ugyanígy.
És hogyha mondjuk belebotlunk egy ugyanolyan szerencsétlen helyzetbe, mint adott esetben az anyuka, az anyukánk, és ezt mondjuk mi fölismerjük, hogy ó, hát az anyu is így járt, hogy én nem akarok, akkor azért úgy könnyebben lépünk, ha már volt előttünk egy olyan apai példa, ami nem pozitív, vagy azért hajlamosak vagyunk benne ragadni a rosszban is. Hát nem akarok senkit ijesztgetni, de általában ezek annyira rejtetten működnek, hogy nagyon nehéz észbe kapni, hogy én nem akarom az anyám sorsát másolni, de van egy lojalitás felé, és elkezdem másolni. Ugye ennek az a nagyon egyszerű magyarázata, hogy hát ha anyám szenvedett, nagyanyám se volt boldog, ugye látjuk a női sorunknak, a felmenőinknek a párkapcsolati működését, hát akkor hogy jövök én ahhoz, hogy én boldog legyek? És ezzel a lojalitással ugye elkezdünk élni, és hát sajnos beválasztunk egy olyat, aki ezt a programot nagyon szépen alátámasza, hogy ne legyünk boldogok. Amikor ezt valaki felismeri, akkor ezen tudatosan azért el kell kezdeni dolgozni. Nagyon nehéz úgy leválasztódni egy ilyen mintáról. Én nagyon nem is gondolom, hogy így önmagunktól lehet, nagyon sok önmunkával talán, hogy leválasztódok erről a mintáról, mert különben attól tartok, hogy leválasztódok a generációmról is. Az egy nagyon félelmetes. Volt egy nagyon jó előadásod, nem is olyan régen, talán tavaly ősszel 2020-ban, ahol az volt a téma, hogy nem akarok olyan lenni, mint az anyám. Ha jól emlékszem, akkor ez volt a címe. Nagyon sokan mégis olyanok leszünk, én azt hiszem, és ezt például a családomban is tapasztalom, hogy mégis olyanok leszünk, pedig tudván tudjuk, hogy mi olyanok mondjuk nem akarunk lenni. Persze a pozitív értékeket is azt viszont vinni akarjuk tovább tudatosan, de hogy mégis belekerülünk azokba a szituációkba, abba az életbe, abba a környezetbe, hogy nagyon sokszor mégis így alakul. Hát minél jobban harcol valaki ellen, hogy nem akarok olyan lenni, annál inkább sodródik egyébként bele. Én magam is így. Ezt az előadást azért tartottam meg, mert ez nagyon érintett voltam én is ebben a témában. Mindaddig nem akartam olyan lenni, mint az anyukám. Nem volt egy könnyű sorsa, teljesen más természete volt, mint nekem, hogy azt mondom, hogy a fürdővízzel együtt a gyereket is kiöntöttem, tehát hogy semmit nem akartam elfogadni, ami az anyukámtól jött. És egyszer a húgom mondta nekem, hárman vagyunk testvérek, a húgom azt mondta nekem, hogy könnyű neked, mert te hasonlítasz anyura. És ezzel úgy fölháborodni kezdtem, hogy igen, hát miben hasonlítok én anyura? És rájöttem, hogy igen, nagyon sok olyan tulajdonságom van, ami engem előre vitt az életbe, és én ezt az anyukámtól hozom. És akkor elkezdtem anyut befogadni. Már akkor nem élt, sajnos akkor jöttem rá ezekre a dolgokra, amikor ő nem élt, elkezdtem őt befogadni, hogy igen, miért ne lehetnék én olyan, mint ő? Hát belőle vagyok. Anyából és apából vagyok. Ugyanannyira anyából, mint apából. Szoktuk ezt mondani egy oldás folyamán, egy családállításon. És amikor ezt elkezdtem befogadni, hogy anyu itt van a sejtjeimben, nem harcolhatok ellene, nem szedhetem ki, de azt megtehetem, hogy tudatosan kimazsolázom azokat a dolgokat, amire nekem szükségem van, ami épít, és azt mondom anyámnak, még így a halála után is, hogy az a te sorsodhoz tartozott, én azt nem akarom továbbvinni, az legyen csak a tiéd. Ugye erről szól egy állítás, akár egyéniben, akár csoportosan, hogy egy kicsit így visszaadjuk ezeket a sorsokat, de az, hogy én ne legyek olyan, mint az anyám, azt nem tudom elkerülni. Mindannyiunk életében biztos vagyok, hogy van ilyen, amit viszünk magunkkal, pedig adott esetben már nem kéne, mert elég negatív hozadék, viszont az én életemben egyébként olyan is van, amire nagyon büszke vagyok, és vinni is akarom tovább. Az én anyukám, ugye, mint azt te is tudod, szívtranszplantált, most már másfél éves az új szívével, és én például őtőle nagyon sokat tanultam, két agyvérzése volt, egy agyműtét, tehát olyan műtéteken és olyan élethelyzeteken esett át, ami azt gondolom, hogy valamikor egy emberi életre leosztva elképzelhetetlen, hogy ez mind egy emberrel megtörténik, és nagyon-nagyon viszem tőle a példát tovább, a jó példát, hogy erős, kitartó, és soha nem adja föl. És azt hiszem, hogy zárásként még egy kicsit beszéljünk arról egy pár mondatban, hogy a pozitív energiákat és példákat mennyire fontos, hogy magunkkal vigyük. Mindenképpen, amit mondtam is, hogy a család az egyetlen, vagy generációnk az egyetlen olyan forrás, amihez tudunk kapcsolódni, pontosan ilyen szempontból. Ha végignézed a családodnak az életét, miken mentek keresztül, nyilván nem akarunk olyan nehézségeket, de azáltal megedződtek. Mi volt az, amit a történelem viharaiban ők megtanultak?
Nekünk most ezt nem kell aktívan gyakorolnunk, de ott van bennünk egy kicsit sejtszinten. Ha az élet hozná, hogy egy nehezebb időszak elé kellene állnunk, akkor ez így bekapcsol. Tehát akaratlanul is tudjuk hozni ezt az erőt, ezt az energiát, igen, ezt az életerőt, amivel az őseink rendelkeztek ahhoz, hogy mai nap mondjuk mi itt üljünk és beszélgessünk. Tehát valamit ők akkor is jól csináltak, és valamit ők akkor is végig küzdöttek, hogyha nekünk most nem kell mondjuk ezzel az erővel bírnunk, de az a tudás, hogy ott van bennünk, ez nagyon-nagyon fontos. Éppen ezért szoktam azt mondani a klienseimnek, hogy járj utána, kérdezgesd, ki volt a nagyapád, dédnagyapád, nagyanád, dédnagyanyád, mert onnan erő jön. Hogyha tudod, hogy mikkel küzdöttek meg, miken mentek keresztül, akkor az az erő az most ott van benned. Ezért fontos az önismerethez, a generációnknak az ismerete. Azt hiszem, hogy bátran és joggal mondhatom, hogy ez a beszélgetés biztosan minden nézőnk számára nagyon tanulságos volt. Köszönöm, hogy itt voltál, Anna. Nagyon köszönöm a meghívást. Nehéz idők járnak manapság a csepűrágókra, fokozottan igaz ez a gyerekszínészekre is. Előadások híján a fehérvári prikulicsok a képernyőket célozták meg a járvány miatt. Üdvözöljük Önöket! Ez itt a Prikulics Gyermek és Ifjúsági Színház. Mivel a pandémia miatt mostanság nem igen tudunk színpadra lépni, ezért úgy döntöttünk, hogy a képernyőket célozzuk meg olyan tartalmakkal, amelyek talán nem csak minket érdekelnek. A mai témánk a köszönés lesz. Fogadják sok szeretettel műsorunkat! Mostanában sok furcsaságot látni. Először is megmutatjuk, hogy mit változtatott a járvány a köszönéseken. Kérdésünk tehát, vajon 2020 után milyen formában változnak meg a köszönések? Milyen köszönési formákat fogunk hallani és látni a közeljövő utcáin? Mert köszönni azért maszkban is kell. Mátai Karina a főutcán kérdezte meg a járókelőket. Ön szerint, ha marad ez a maszk, hogy fognak köszönni az emberek a jövőben? Maszkon keresztül. Hát úgy, hogy nem fogod érteni őket, meg kézzel integetünk. Hát bólintással esetleg. Fogalmam sincs, és nagyon remélem, hogy ez nem fog bekövetkezni. Mi válthatja fel a jövőben a szóbeli köszönési formát? Akkor integetünk kézzel, fejünkkel bólintunk. Integetés. Hát talán integetés. Így szoktak köszönni. Nem lehet ölelkezni az embereknek. Mit lehet tenni, hogy ne távolodjanak el egymástól az emberek? Hát egymásra mosolyogni, és ha nem látszik a szánk, akkor a szemünk mosolyogjon. Többet kéne beszélgetni egymással. Ölelkezés helyett azt nem tudom, mivel lehet fölváltani. Talán összedugjuk a fejünket. Lehet, hogy tanulhatunk köszönéseket a múltból is, és onnan hozhatjuk őket vissza a jelenbe. De hogyan is köszöntek régen? Derűs jelenetekben mutatjuk meg Önöknek. Tudniillik a servus már nagyon régóta ismert latin eredetű köszönés, amely 1815-ben foglalt helyet a magyar szótárban. Számos külföldi szó is rendelkezik hasonló eredettel, mint hogy a servus jelentése szolgaszóból származnak. Alga Cézár! Köszönöm a császárodat! Hello Cézár! Hello! Hát így köszönte a császárodnak? Dobd le a padlóra! Te dúlván! Lányok, mutassátok meg ennek a lapfolgának, hogy köszöntitek a császárotokat! Háde! Vannak emberek, akik azt állítják, hogy a szia az angol see you akcentussal való szelja kiejtésének magyar változata. Egyesek szerint viszont az imént említett szervus szóból származik a szia köszönés. Bárhogy is legyen, ez számunkra még titok. Hódolatom kisasszony! Mentsen meg, de azonnal! A lehet, hogy szolgálja kisasszony. Részemről lesz szerencse. Mit szól az új zongorához? Üdvözlöm a hangversenyteremben. Szállalékom. A népmesékből is tanulhatunk, nem köszönni illetlen dolog. De biztosan nem felejtenénk el, hogyha az életünk múlna rajta. Az sem teljesen mindegy, hogyan köszönünk, mert az sem biztos, hogy hosszú jövőt jósol számunkra.
halálom kezedbe ajánlom. Rendelkezzél a fegyveremmel, rendelkezzél hűs szívemmel. Köszöntlek, hű alma. Adjon Isten, szomszéd uram! Hát ilyenkor kell fölkelni magának, kisültek a kenyerek. Fogadj Isten, szomszédasszony! Ne a lepény lesője járjon, hanem a keze! Hely, édes mátkám, téged az Isten is nékem teremtett. Jó, azt mennyi időre? Szép fordulatokat tanulhatunk a népdalokból is. Combál Andris mutatja be nekünk milyeneket. Adjon Isten jó éjszakát, küldje hozzánk szent angyalát, bátorítsa szívünk álmát. Adjon Isten jó éjszakát. Végül egy gondolatkísérlet. Vajon milyen lesz majd a jövő köszönése Székesfehérváron? Vajon milyen formákban üdvözlik majd egymást az emberek? Fogadják a mi általunk kieszelt megoldásokat. A mai műsorban betekintést nyerhettek múltbeli és jövőbeli köszönések történetéről, új információkat tudhattak meg a Szervusz és Szia eredetéről, népdalokból is hallhattak különféle köszönéseket, majd végül betekintést nyerhettek a mi általunk elképzelt jövőbeli köszönésekbe. Mi a Prikulis Gyermekszínész Társulat voltunk. Köszönjük a figyelmet, viszontlátásra! Nincs is annál jobb időtöltés, amikor együtt, közösen készülhet a család a húsvéti ünnepekre. A következő percekben egy húsvéti asztaldíszt fogunk elkészíteni. Barikákat fogunk ma elkészíteni. Használhatjuk majd húsvétkor egy asztali dísznek, ez kis kedves játék a gyerekeknek. Kezdjünk bele, kell hozzá fonal, és olyan fonal, ami több szálas, tehát jó, ha kettő, vagy esetleg három, mert minél vastagabb a fonal, annál bundásabb lesz majd a barink. Így néz ki egy kis barikánk, amit majd átszövünk. Ezt az egyik kézműves társunk készítette. Akinek nincs ilyen ügyes apukája vagy nagypapája, az elkészítheti egy kartonból. Következő, hogy bundásítjuk fel a kis barinkat, az pedig van egy nagyon pici kis biztosítótűnk, ez lesz a szövőtünk ebben az esetben. Hasznos kisebb gyerkőcöknek is fejleszti a finom motorikus mozgásukat.
újra végig kell mennünk minden egyes lyukon, többször is. Újra elindulok a szélén körbe, és mindezt addig-addig fűzzük, amíg így néz ki a barink. A barinkat bele kell állítani egy rétbe, mert egyébként eldőlnek. Én egy sólízgyúrmát készítettem. Nagyon alkalmas a sólízgyúrma gyerekek kezébe, formázható, nem csak ilyesmi kis talpakat, tehát bármiféle díszeket lehet készíteni belőle. Így néz ki, mint egy gyurma. Kicsit még meggyúrjuk, és most elkészítjük a barikáknak a mezőt, ahol legelészhetnek. Itt ott benyomkodjuk, hogy ne legyen olyan unalmas ez a mező. Ez egy-két nap alatt kiszárad, és utána festhető. Én most temperával dolgozom, temperafestékkel, de lehet akrillal, vagy vízfestékkel. És egy kicsit összekeverem. És szépen ki lehet festeni. Akinek van kedve, még tovább díszítheti, virágokat is festhet rá. El is készült a kis barikánk. Hamarosan itt a húsvét, úgyhogy jó készülődést, kellemes alkotást kívánok mindenkinek. Kedves nézőink, köszönöm, hogy velünk tartottak, vigyázzanak magukra, legyenek velünk itt jövő héten is, viszontlátásra!